kedves nézőket! A mai közös térben egy érzékenyítő előadáson veszünk részt, itt a Holokauszt Emlékközpontban. A Holokauszt Emlékközpont egy kutató és egy oktatóhely, és mint oktatóhelynek nem csak az elsődleges feladata, hogy a történelemről, illetve a múltról méltóképpen megemlékezzen, és tudást adjon át a diákoknak, hanem az is, hogy a jelenkori problémákra megfelelően reagáljon, és napjunk társadalmi problémái sajnos begyűrűznek az iskolába is. Egyrészt, hogyha így nagyon a mikrokörnyezetből indulunk ki, akkor a gyerekeknél a klikkesedés az egy teljesen hétköznapi és szokványos dolog, így a kirekesztés is értelemszerűen megjelenik. És hogyha ezt már egy ilyen sokkal begyűrűzőbb, nagyobb dologban képzeljük el, akkor pedig gyakorlatilag az van, hogy a kirekesztés, vagy akár a rasszizmus, a sajnos Magyarországon egy létező probléma, és az iskolásokkal beszélni kell erről. Úgyhogy az érzékenyítő gyakorlatunk, vagy az érzékenyítő óráink azok ezért jöttek létre, vagy ez hívta gyakorlatilag életre, hogy egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a gyerekekkel beszéljünk, akár a migrációról, akár a vallási kérdésekről, akár a Magyarországon élő kisebbségről. És hogy ezt hogyan lehet úgy, hogy ez ne úgy tűnjön, mint hogyha mi akarnánk őket gyakorlatilag megtéríteni, hogy már pedig szeressük egymást. Ezért olyan játékos gyakorlatokat próbáltunk meg kitalálni, ahol a saját bőrükön érezhetik azt, hogy mennyire rossz, amikor előítéletesek vagyunk, hogy az előítélet miből fakadhat, miért van bennünk félelem bizonyos társadalmi csoportok iránt, miből gyökerezik ez, jellemzően általában egyébként a nem tudásból, tehát miért több információjuk van az adott népcsoportról, úgy már is egy kicsit azért árnyaltabb a kép. És így próbáltuk meg összeállítani ezt az órát, hogy minél inkább, minél széles körülben tudjuk tájékoztatni a gyerekeket arról, hogy miért rossz, hogyha kirekesztünk egy népcsoportot, vagy megkülönböztetünk bárkit. Következő lenne a feladat, arra kérnének titeket, hogy próbáljátok meg egy sorban felállni, úgy nagyjából előttem. Most, hogy ez megtörtént, az lenne a feladat, hogy néma csöndben, tehát hanggal, verbálisan nem kommunikálva egymással, de egyébként bármilyen úton, módon próbáljátok meg csoportba rendeződni. Jó? Az azért egy létező probléma, vagy egy létező jelenség, hogy anélkül, hogy bárkit ismernénk, nagyon gyorsan véleményt alkotunk, és onnantól kezdve döntést is hozunk a véleményalkotás után. A gyerekek ebben a játékban ezt tapasztalják meg, és ennek a legfőbb mondani valója az, hogy mindez anélkül történik, hogy meg lenne nekik adva az, hogy a matricák alapján álljanak csoportban. Ők nem tudják, hogy mi alapján, csak azt érzik, hogy ha matrica van a homlokukon, akkor valószínűleg ezért kell csoportokat alkotni. Nagyon játékos formában, de picit a saját bőrükön érzik azt, hogy milyen úgy kizárva lenni egy csoportból, hogy gyakorlatilag semmi sem történt, hogy ez alatt mit kell érteni. Az, hogy gyakorlatilag nem vagyunk bőrszín, vallás, nem hovatartozás alapján megkülönböztetve, egyszerűen csak egy matrica van rajtunk, és a matrica más, mint a többieken. És így, amikor a gyerekek csoportba állnak, akkor egyetlen egy gyerek ki fog maradni. És akkor el lehet velük kezdeni egy beszélgetést, hogy miért alakult ez úgy, hogy őt nem vettek be a csoport. És akkor nyilván persze nagyon kedvesek, és nagyon-nagyon sok befogadják a társukat. Szegény szívecskével mi történt? Jolly Joker, nagyon jó. Ezt nevezzük pozitív attitűdnek, hogy Jolly Joker. De egyébként mi történt vele? Kies. Kirekesztettétek, igen. Ezt is mondhatjuk, hogy zsidó lett. Ha ezen múlna, akkor valóban, de nem egy matricával osztogatjuk az emlékközpontban egyébként a vallást, tehát ezt érdemes még tudni a foglalkozásról. Jó, szívecske kívül maradt. Melyik az a csoport, aki egyébként befogadná, most, hogy tudja, hogy szívecske egy vallással is gazdagabb lett? Jaj, nagyon jó. Második része a foglalkozásnak pedig kifejezetten olyan társadalmi csoportokat dolgoz fel. Itt akár az egyedülálló anyától kezdve a roma gyerekekig, a zsidó gyerekekig, ami Magyarországon gyakorlatilag megtalálható, és amiről a gyerekeknek van véleményük, vagy van valami, amit gondolnak róluk, és van hozzá egy játékos feladat. A feladat az lesz, hogy ők kapnak képeket. Minden egyes képen egy mai magyar társadalmi csoport fog szerepelni,
amint megkaptátok a képeket, őt szimbolizáljátok. A többieknek majd a játék végén ki kell deríteni, hogy ki lehetett. Innentől azt a társadalmi csoportot szimbolizáljátok. Én pedig fel fogok sorolni néhány szempontot. Ha úgy érzetek, hogy az a szempont, amit mondok, az az állítás igaz arra a csoportra, akit képviseltek, lépjetek egyet előre, mivel véges a terem, picit lépünk, jó? Ilyen tyúklépésbe. Első szempontom, országon belül szabadon mozoghatok. Aki úgy érzi, hogy országon belül szabadon mozoghat, azt lépjen egyet előre. Második állításom, hetente egyszer étteremben ehetek. Itt már lehet előzni, hogy jobban elférjetek, az nem probléma. Végén kialakul egy ilyen társadalmi piramis gyakorlatilag, hogy a nagyon híres és gazdag lány, aki egyébként jelen esetben egy színésznő, ő lesz az első helyen, és jellemzően az elítélt és a nagyon rossz anyagi körülmények között élő társadalmi csoportok lesznek a legalján. És ott akkor a gyerekekkel el lehet kezdeni megint egy beszélgetést, hogy mi alapján érezték úgy például, hogy a kijelentések alapján mondjuk egy nyugdíjas nem teheti meg azt, hogy étterembe járjon, színházba járjon, moziba, és rájönnek arra, hogy gyakorlatilag nem is ismerik ezeket a csoportokat, csak van egy benyomásuk róluk, vagy valamilyen elképzelésük, és akkor ezt dolgozzuk fel. Viszont a nyugdíjas vagy, hogy csak ilyen hátul van? A nyugdíjasok végül is nem vevők az ilyen modern dolgokra, és nagyon sokat ismerek, akik se nem járnak el otthonról sehova, étterembe se, se moziba, sehova. Aha. Jó, van kivétel, de az nem tudjuk. Van kivétel, lehet, hogy mondjuk kicsit otthon ülősebbek, de attól még vannak barátaik? Persze. Társadalom megbecsült tagja, a többi nyugdíjas nem barátkozik velük. Minden nyugdíjas így elszigetelten van. Nyugdíjas klubokról még nem hallottatok? Ugye? Vannak ilyenek. Oké. Ugye mozoghatnak, akár elmehet meglátogatni, hogyha nem is nyaralni megy, de meglátogatni az unokát, mert messze lakik, akár külföldön, azt is megteheti. Szerintem pedig tévéje azért a nyugdíjasok nagy részének is van. Ugye? Hogyha laptopja nem is, és az internettel nem barátkozik, de azért van neki. Minden csoport más, nem lehet őket összehasonlítani, mert mindig máshogy reagál, mindenkinek más a háttere, más, amit otthonról hoz, más tudnak mondjuk a társadalmi csoportokról, akikről beszélünk, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet összehasonlítani őket. Mindegyik érdekes. Én legalábbis mindegyik csoportot szeretem, mindegyiket jó tartani, mert tényleg nagyon érdeklődők, és néha kifejezetten érdekes dolgokat említenek, amit mondjuk így egy tanár nem biztos, hogy úgy meghallgat. Érdekes volt ez a játék, érezhető volt, hogy a gyerekek azért igyekeznek toleránsak lenni, nem mindig voltak képben, vagy nem mindig gondolták, hogy éppen a helyes választ adják-e, vagy szerintem gondolkodtak rajta, de úgy gondolom, hogy megmozgatta őket. Nekem nagyon tetszett ez a matricás megoldás, ugye egyrészt nyilván tudjuk, hogy hova jöttünk, és tudjuk, hogy itt is mivel matricázták fel ezeket az embereket, másrészt az, hogy megtalálták a csoportot, ez szintén, meg ez, hogy az elsőre ítélünk, tehát ez tényleg így van, és ez a legfontosabb, hogy aztán ne maradjanak benne abban a skatujában. Ez szerintem a legfontosabb a mai ifjúságnak, ezt megtanulni. Szerintem az egész arról szólt, hogy a zsidókat, hogy közösítették ki, meg az embereket, hogy közösítik ki a fiatalok. Mindenki ugyanaz az ember, ugyanonnét jött ki, ugyanúgy van, ugyanúgy él, ezzel nem szabadna változtatni. Ez az egész az emberekről szólt, hogy milyen társadalmokban helyezzük mi fiatalok az embereket, hogy gondoljuk, hogy melyik társadalom hogy viselkedik, hogy él. A képek azok is jók voltak, mert ott is megtanultuk, hogy milyen emberek vannak, ugye vannak gazdagok, azok előrébb álltak, akik hátraszorultak, ugye leghátra mentek, hát ezt nem szabadna megkülönböztetni. A mi iskolán különösen alkalmas, vagy egy olyan helyszín, ahol nagyon sokféle gyerek megfordul. Tehát itt ugye szakmunkás képző is, és szakközépiskola is, tehát nagyon sokféle gyerek található, akik ott vannak együtt, különböző képesség, különböző társadalmi helyzetből érkeznek, és úgy gondolom, hogy azért elég jól tolerálják őket. Toleránsak próbálunk lenni egymással, de nem mindig jön össze, vagyis nem mindenkinek, ugye ez neveltetés függő is. Szerintem a pénzügyi helyzete nagyon benne van ebben a dologban, mivel hogyha kicsit tehetősebb, gazdagabb, akkor persze már a szegényebb ember az már kicsit lejjebb kerül. Toleránsak a gyerekek, én azt mondanám, de azért, mert próbálnak azok lenni. Szóval ez nem jelenti azt, hogy mindenkit elfogadnak ugyanúgy van osztályon belüli kirekesztés, meg lehet ismerni, hogy ki az, akit egy kicsit hátrébb sorolnak az osztályon belüli ranglétrán, ki az, aki nagy hangú, akit mindig követnek, stb. Ettől függetlenül vannak előítéleteik.
akár az, amit a médiában hallanak, akár az, amit otthon hallanak, akár az, amit egymás között beszélnek. Úgyhogy vannak nekik, csak próbálnak azért szerintem toleránsabbak is lenni. Azt lehet mondani, hogy élvezik, mert nem tudják, hogy mire jönnek, csak azt tudják, hogy egy tolerancia előadást fognak hallani. És ilyenkor mindig megjelenik bennük, hogy valaki kiáll és elmondja azt, hogy azért kell toleránsnak lenni, mert attól a világ jobb lesz. De ugye nem ez történik, hanem bevonjuk őket, részesülővé válnak egy foglalkozásnak, alapvetően cselekednek, tehát fel kell állni, mozogni kell, véleményt kell alkotni. Már is nem egy frontális oktatási módszerben van gyakorlatilag részük, és így igazából élvezhetővé válik számukra, miközben mi pedig megpróbáljuk átadni azt, amit szeretnénk ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit nyitottabban közelítsenek a világ felé.